Na, megjöttünk a tetthelyre. Nagyon meglepődtünk, mi, Gabi? Ha? Hát én azt hittem, hogy nem lesz 10 centi. Hát én is azt hittem, hogy itt most sűr mindenki fele, mert nincs eső. Szóval itt az utcán is ilyen 20-25-30 centi. Hát ez meg itt van 60-70 némelyik helyen. Úgy azért akarom így megmutatni, hogy most így fog ez ilyen. Így. Meg hogyha készen leszünk, hogy milyen lesz ez. Mindig baladunk anyait, apait. Hú, veszi már kifelé a nagy disztaut. Jaj, most jó, és jó megdagadt a bigád. Most jó vagány vagy. A biztos nem adja vissza a videó, hogy amúgy milyen monstrum ez amúgy. Most figyel rajta egy Fikasza Aréna. Macica, az egy megtiszteltetés. Igaz? Ezután is köszönöm. Köszönjük szépen a Gábor, nem biztos, hogy hallatszik, ha arról beszélsz. Ja igen, azt akartam mondani, Andrásnak köszönöm szépen, hogy küldte. Jó fej dolog volt. Igen, nekem is van. Fel is lesz téve egy kaszára, de az még, hogy melyikre, az nem. Mi van benne? Mivel tolod? Igen. Ja, hát ez most ilyen nem, nem mutogatni való, nem olyan hivatalos. Hát ez olyan, mint valami drótfonat. Ah, ez valami ilyen drótos. Levettem a szórásvédőt is. Te ebben mondom, mint a tiszta drót lenne. Hát az az. Ah, az drót van belül. Miért vetted le te? Majd most nézem. Levettem a szórásvédőt, hogy a drót nehogy szétverje nekem a kést, ugye? Meg a szórásvédőt, ha úgy van. Uh-huh. Meg a dummy a fej. Ja, mondjál már róla vagy két szót. Hát ez a... biztos van, aki látott már ilyet, meg aki használta. Ez egy igazi svéden. Tehát ez a... nem automata, meg nem ez a koppintós. Tehát alul ennyi van. Nem lehet benyomni. Egy nagy kézi adagolású. És nem nyomkodom, nem akarom hosszabbra kihúzni. De ha itt benyomjuk, akkor ki lehet ugyanúgy húzni. Egy adagot. Úgy van, egy mennyiséget. Kiad pár centit. Azt a Janikától kaptad, nem? Igen, ez pont tőled, úgyhogy... Na, azért csak annyi, azért mondom, hogy kokos az a fej, meg nekem is működött. Ha próbáltad már? Nem. Csak nem. Ennyi felraktam. Mert ezt tartalék voltam már a 245. szemnek volt ez a feje. Aztán mondom majd, hogy valahogy a druzsbának adom, de erről lecsúszott a druzsba papa, mert a Gabi papa megelőzte ez a fiú. Úgy volt vele mindegy, Gabi aztán. Ja, amúgy igazad van, Gabi, pocak is van. Na, hey. Kikérem, úgyhogy akkor ő lesz. A druzsba nevébe kikérem. Igen, az az apasági. Na, akkor ugoljunk bele. A fiúk, lányok, olómak, és a Husqvarna szórásvédő, színben ugyanaz, és nagyon dögös vele, külsőre is, de nem csak külsőre, hanem teljesen jól végzi a dolgát, nagyon jól véd, jól le is vágja, amit kell. Az enyémen egy 3-as Stildamil van, amit a Stílus Attilától kaptam, aztán Gabi csak lecserélte ezt a kézi állítású Damil fejet, mert hiába volt fémszálas a Damil, akkor is nagyon hamar kopott. Úgyhogy így néz ki már, amit lepirítottunk. És itt van az a nagy susnyás, amiben meg fogom nektek mutatni, hogy az 555 RXT a veszedelem, hogy is pirít. Menjünk és nézzük meg ezt az elme Becsek Gabit, meg ezt a nagy pirítógépet, hogy mit is csinál. Yeah.
Jó visít a géped, Gabi. Akkor állítsunk rajta. Vissza? Vagy jó visít? Jó visít, az én nem bántanám, jó van az. Vigyázz, mert ez még a kutat is levágja, az a Damil. Jó homlokon verték, Kavics. Pont van ott egy ilyen bomb. Miért? Megy a videó, akkor el is mondom a mindenkinek is, hogy ez egy elmebeteg gyerek. 37 fok van, délután 4 óra körül jár az idő, és már még most azt hagyjad az előbb, majdnem felfordt az agyamban a löcs, és rábeszélt az ő kényelmessége miatt, hogy jöjjünk ebbe a tűző napsütésbe kaszálni, de mindegy, hát annak örülünk igazából, hogy van mit. És hogy hogy dolgozzon az új 555 RXT, a vadállat. Hát nem, az a baj, hogy ez a videók nem adják vissza, hogy az itt pirít, de majd most, ami következik, majd én még csinálok róla egy kis gyors videót. Nézd már, hasonló a izé. Nagyon jó rajta, annyi, hogy ezt is kinyírtad, ezt a kis gépemet, mert hozzányúltál a gázhoz, aztán hát ilyen 3/4 gáz van, meg kopgáz. De... Janika, inkább a te kedvedért nem mutatom meg, hogy mihez nyúltam ott óvatosan, semmihez. Jaj, most az, hogy a, ennyi, a kötés le van szigetelőszalagozat, nagy kaland. De figyelj, vidd onnan a kezed. Na ezzel akarsz most itt megint izé sakba tartani, hogy én tönkre baszok mindent. Figyelj, ennyit csináltam. Így megkérdeztem tőled, hogy Janika, nem szígyelled magad emiatt? Ennyi. Nem. Azt rám fogja, hogy én tönkre vágtam a kaszáját. Hát ha ennyitől tönkre megy, akkor nagy a baj, haver. Hey, ez egy jó gép. Jó gép. Na megnézzük, hogy ebben a 60 centisbe 3-as tildamél az... Janika, ha jó gép, akkor te sose veszel másikat. Hát én nem is akarok. Jó. Feladattal elkészültünk, és a tisztító tűzbe, meg úgy érezzük a Gáborra, hogy előjött már belőle a végleges energia. Aha. Hogy tosszam magam. Tosszad magadat? Toszod? Ez lesz. Szép a kasszát, bátyja. Csak én meg majomkodok itt. Aha. Azt azon a kis lyukon akartad kitolni, úgy? Megfordult a fejembe.
Ja, és akkor most tele van pakolva a gyerek üléssel? Tele? Tele. Szedhetem le a szórásra. Hát, el fog férni amúgy. Oldalosan. Így. El tudom úgy fordítani? Hát persze, hogy el. Úgyhogy megdolgozott a műszer. Nagyon szépen ő fejezte be a munkát. A negyedik tank is kiment belőle. Mutatom nektek. Ismételten letakarítottunk innen mindent. Tarkopaszra. Úgyhogy ilyen szép lett. És megyünk is a fizetségért. Aztán nem tudom, én még szomorkodok egyet, hogy az én kis való makkom, ami ott figyel, megpusztult szegény. De hát majd lesz valahogy. Na, úgyhogy köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Szavaztok, Gabika. Csá.